A Múzsiai Töpörtő Fesztivál egyik látványossága az a tábla szalonna volt, amellyel a mangalicáiról ismert Miller János büszkélkedhetett. Sokan vásárolni is szerettek volna belőle, de még érnie kell, ezért a gazda aratástáján tervezi megszegni. Ezt a fajta szalonnát az idén csináltam első. Hát ez 170 kilós disznónak a szalonnája, most így, hogy fővel füstölve, 60 kila körül van benne. A rendezvényen 35 civil szervezet és 15 múzsiai gazdálkodó mutatta be termékeit. Az esemény célja a tanyasi élet és a gazdálkodás bemutatása népszerűsítése. Tudjuk, hogy itt szorgalmas emberek élnek, tudjuk, hogy nagyon rossz minőségű földünk van, de valamikor itt nagyon boldogan éltek az előbbi generációnk, és úgy érezzük, hogy eljött az idő, különböző lehetőségek nyílnak, hogy a családi gazdák újra éleszék a gazdaságokat. A falvakban is egyre ritkább esemény a disznótor. A Töpörtő Fesztivál egyik célja, hogy a hagyománynak legalább egy részét visszahozza, illetve megőrizze. 150-60-200 kilós izótú. Attól van a jó minőséges, a mozsálódó töpörtő. Titkolom, hogy jó anyag, akkor az, hogy kis levet, vagy zsírt, vagy én szoktam, hogy a hájat előre kisütöm, és akkor utána gondolom van lé, amiben, hogy mögfékező nég, hogy ne égjön le a töpörtő, szóval zsír. Múzsián farsangi felvonulás és bőgő temetés is volt. Ennek a megmozdulásnak a vártnál nagyobb volt a látogatottsága. Titokban reménykedtem abban, hogy ennyi mask itt ma megjelenik, és hát valójában ezek szerint ugye valamennyire ez teljesült is, mert tényleg nagyon sokan voltunk, és reménykedünk, hogy ez marad is, és hogy ugye a jövőben még nagyobb maskajárást tudunk szervezni. A szombati rendezvénynek beslések szerint több mint 1000 látogatója volt, akik a birka és a disznótoros paprikás mellett a töpörtyűk és más disznótoros finomságok, valamint a vidék borai és üteményei között válogathattak.